Tartsatok egyenesen a házak közé. Körülbelül 300 lépésnyire két ház között, egy fa alatt van egy kőkupa. Megvan a kőkupac! Egyszer csak így oda! Ne vigyázzatok a szergélyre! Nem vigyázzatok! Dada megtalálta! Adja oda az Ergit! Iveta nének vagy Éva néninek! Ide! Haladj felfelé! Fel kell mennetek a lépcsőn, ott másszatok át a csövön. Hát olyan, hogy már csak egy része van meg a kicsi fenyőnek. Itt van! A kő alatt! De mi? Keressétek ott elbújt! Megvan! Amire felállt, én addig a kicsi Megvan, Éva néni megtalálta. Mi a szememben, légy szíves? Körülbelül 30 lépést a kőkupáig. Aztán fordulj jobbra és keres. Ikerfa! Hol az ikerfa? Nyírfa? Valami nyírfa? Én látok valamit! Futás! A nyírfa összenövésénél azt mondták! Megvan, szuper! A szobában meg lehet majd nézni. A sas üzeni nektek. Keresd a medvét. 100-120 lépés le a lejtőn. Ott lát egy hármas ikerpár sziklát. A fény, egység a falka, amíg értjük a szavakat. Léphetünk nagyot, és döntetjük a falakat. Jövünk a jel, nem szabad félni. Itt az idő, az álmot megélni. Megvan, szuper! Látik, hogy egy ember figyel. Világíts a medvére! Én nem látom! Mutatom! Keresd a rókát! Körülbelül 100 lépés a szálloda felé. Gratulálok, megtaláltatok! Ne feledjétek, hogy a rókavadászat csak egy jó játék. A valóságban nem szabad az állatokat bántani, főleg a természetvédelmi területen. Remélem, szép élményetek volt. Jó éjszakát kívánok nektek, gyerekek! A róka! Közel a távol, ne ébredj!